A múzeumok éjszakáját hirdeti a plakát, sok programmal készül erre a különleges eseményre a Halasi Torma János Múzeum. Június 24-én most szombaton a Múzeumok éjszakája rendezvényre készülünk. Délután 4 órakor kezdődnek a programok, és egészen este 9-10-ig várjuk szeretettel a vendégeinket. Az egészen kicsiktől a felnőttekre is számítunk. Lesznek gyermekprogramjaink, játszóházunk, különböző koncertek gyerekeknek és felnőtteknek is, illetve történész, Zakar Péter történész fog egy előadást tartani, és a Léra fogja zárni az estét egy felnőtteknek szóló koncerttel. A Múzeumok éjszakáját már több mint 20 éve rendezik meg, ez egy országos programsorozat, és az a célja, hogy a múzeumot egy kicsit a megszokott, komoly kereteken kívül is megmutassuk a látogatóknak. A Múzeumok éjszakáján megtelnek programokkal az épület termei, a gyerekek és a családok is többféle elfoglaltságot találnak majd. Nagyon változatos program kavalkát fogja várni a kisgyermekes családokat a múzeumok éjszakáján, hiszen lesz zene, tánc, bábos műfaj Csernik Szendével, aki egy kéz és láb bábos, úgyhogy érdemes ellátogatni és őt is meghallgatni, megnézni, miként mesél ilyen különleges módon. Lesz alkotókézműves foglalkozás Balázs Hajnalkával, és Mackó Milú játszóháza is érkezik Csorvási Katával. Én azt gondolom, hogy igazán sok élményt fog kínálni, és múzeumi élményeket gyűjthetnek a gyerekek ezen a rendezvényen. Az egész család jól érezheti magát, lesz felnőtteknek szóló, gyerekeknek szóló, és hát akik rajzoltak nekünk, mert ugye rajzversenyt is hirdettünk, őket pedig szeretettel várjuk amiatt, hogy ugye most lesz az eredményhirdetés ezen a rendezvényen, és a beérkezett alkotásokból a kollégákkal kiállítást is szervezünk, úgyhogy érdemes meglátogatni és megnézni ezt a hasznos és szép kiállítást. A programokról és a belépésről a plakátokon, illetve a webes felületeken találhatók a további részletek. A múzeum közben táborozókat, nyári napköziseket is fogad. Ahogy elkezdődött a vakáció, megkezdődtek ezek a programok is. Ott jártunk, hol épp a Szent József iskola diákjai kézműveskedtek. Most a nyári szünetben ugye megindultak a táboros időszakok, és szeretettel várjuk a táborozni vágyokat itt a múzeumban is egy múzeumi sétára, utána pedig azt követően egy alkotókézműves foglalkozásra. Jelenleg is most egy ilyen látogatáson vagyunk.